Köszöntünk ismételten minden kedves nézőt, folytatódik az Európai Challenger Series kvalifikációja, ahol most egy magyar csapat játékát figyelhetjük meg. Mellettem van Buci, szakkommentátor társam, jó magam, Thanatos vagyok, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tegnap elásztak a mókusok Magyarországon, de most a Beautiful Talented Man valószínűleg pályára lép. Ez biztos, hogy pályára fog lépni, csak egyelőre még a pálya színe a kérdés, ugyanis beléptünk a választási és tiltási fázisba, mert nagyon gyorsan a spanyol csapatból kilépett valaki, aztán, mert hogy úgy gondolták, hogy ők vannak piros oldalon, és megkérdezték a rájátos kollégákat, akik aztán mondták, hogy nem. Tehát, hogy ez a jó felállás, spanyol csapat lesz kék oldalon, Beautiful Talented Man lesz piros oldalon, és azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy az alapötös felállásból most cserével játszik a BTM, tehát Little Pony lesz a támogató játékosuk. Ez mindenképpen egy említés. Milyen hangot ad ki a Pony? Ó, szegény. Hát, mert hogy kicsi Pony. Érted? Értem. Én kicsi Pony. A te kicsi Pony? Én kicsi Pony. Rendben, én néha beszélgettem vele, akkor nem ilyen hangot adott ki, de mindegy, ja. Akkor úgy néz ki, hogy ti másfajta kapcsolatot ápoltok. De a tiltási és választási fázis már javában zajlik, a zene szintén beindult. A kék oldalon van egy Alice, egy Lulu tiltás egyelőre, míg a piros oldalon Zack, valamint Ivern. Pontosan, abszolút egyébként Benjire kell is az Alice tiltás, én úgy gondolom, a spanyol csapat részéről. Benji nagyon magabiztos ezzel a hőssel. Miközben Pónira érkezett még kvázi két pajzsos, azaz az őrzővédő KFT, vagy legalábbis az őrzővédő kompozícióból való kitiltás. Ezt követően pedig Zack Ivern, tehát eddig Carbonóra fókuszál nagyon a BTM csapata, és végül egy Caitlyn-t vágnak ki Vordax ellenében, ugyanis Vordaxnak Caitlyn talán egy nagyon-nagyon magabiztos hőse, talán az egyik nagyon magabiztos hőse. Viszont így nincs a BTM oldalán az a kényelmes választás lövész szinten, amit egyébként még ők is kiemeltek, hogy igenis szeretnének Caitlyn köré építeni esetlegesen egy csapatot, vagy Caitlyn-t nagyon magabiztosan kezeli Hernando. Homicidám megkapja azonnal a thrash-t, és tényleg én is úgy gondolom, hogy Carbonóra érdemes volt fókuszálni a tiltásokat, egy nagyon jó nő játékos egyértelműen a kék oldalon. Én már közvetítettem a spanyol csapatot, nem veled természetesen. Igen, de hát de ez... annyira biztos voltam el, hogy egyszer tuti veled fogom, és akkor a jutús, a jutús viccek biztos, hogy érkezni fognak, mint ahogy érkezik Little Pony egyik nagyon kedvelt karaktere. Nem mondanám, a Timo, hanem a Nami. Igen, és nem mondanám a One Trick Pony-nak Namival Pony-t, de azért alapvetően nagyon sokat játssza ezt a hőst, és így a két támogató játékos megvan már erre a mérkőzésre, Benji pedig leeszínezni fog. Így van, ugye én is úgy gondolom, hogy Little Pony amúgy a magyar szénában és ugye általánosságban is egy olyan támogató játékot képvisel, hogy abszolút az ilyen defenzívebb hősöket szereti. És itt persze agresszivitás valamilyen szinten mindegyikben megmutatkozik az ő választásaiban, akár a Karmadulú tiltásra is nézhetünk, régebben Jannát is hozott, illetve itt van a Nami is. Tehát szereti azokat a hősöket, akikkel konkrétan viszonylag jól tudja védeni társait, mellette pedig még valami gyógyítás is, kezdeményezés is van. Ez Namiban tökéletesen manifestálódik. Még es mellé kérdés, hogy mit fog hozni jelen pillanatban a spanyol társaság. Hát trash-t valószínűleg. Tehát, hogy a trash kombó fog jönni. Így van, bocsánat, megviccelt a Tarik egyértelműen. Nem, szerintem ez nem vicc, ugyanis szerintem Siko azt mondta, hogy kedvez, vagy legalábbis megmutatja, ugye a Beautiful Talented Man-nek a csapat logója a Pink Tarik. És ennyire, hogy is mondjam, így üzentek nekik, hogy sziasztok, ismerünk titeket, megmutatom, hogy itt van a Tarik, viszont Carbono azt mondja, hogy Jarván dzsungelezni fog, vagy Nandiscohoz a felsősvényre. Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó választás, hogyha belegondolunk valamilyen szinten, itt ez a Syndra, hiszen
kifejezetten jól ki lehet fókuszálni, akár egy est is, ha arról van szó, távol lehet tartani bizonyos embereket, például Jarvannak is az előre jövetelét meg lehet akadályozni a gyengék szétszórásával. Lábjegyzet, nem a kataklizmára gondolok, hanem a zászlóra csúszására. Viszont itt vagyunk már a második tiltási és választási fázisban. Orianna ellen nem akar játszani Daredevil. Talán érthető is. Orianna mostanában rettentő, magabiztos és erős középsősvény, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül a legmagasabb a győzelmi rátája, attól függetlenül Orianna teljes mértékben szétzilálhat egy csapatküzdelmet, kezdeményezni tökéletesen tud. Ha azt nézzük, akkor Jarvan bejön a lándzsa csúszással, és rajta van a Koisli, és ő feldobja az embereket, és arra jön egy vonzás hullám plusz diszonancia, az annyi sebzés, hogy onnantól kezdve a kataklizma az még igazából talomba is maradhat, mert várhatja azt, hogy az elmenekülőkre ugrik inkább rá majd Jarvan, érthető, és ugye szintre egyik nagy rákfenéje például Vladimir, azt is kitiltja a Beautiful Talented Man, a másik oldalról pedig Marcira fókuszálnak. Hernando választhatja ki a következő hőst, ami lehet akár az ő lövésze is, de még akár fölsősvényt is kihozhatják, de nem biztos, hogy ezt érdemes, hiszen a lövész pozíciót már felfedte a kék oldal, arra tudnak reagálni, abszolút jó is a Xayá döntés. Főleg egy S ellen, ugye pont erről beszéltünk, hogy S-nek a kristály nyilvesszőjét ő a tolviharral könnyedén kidzsúkolja, és elment egy kezdeményezés a másik oldalra. Abszolút, és van neki ugyanúgy, ugye ettől függetlenül szájának helyhezkötése, így van, és ráadásul a minionok mögött is tudja akár majd Carbonot, hogyha arról van szó, zaklatni. Én ötletesnek tartom és pozitívnak ezt a választást. Most már viszont azt tudjuk, hogy Kled jön a főső ösvényre, ő fogja adni a talpalávalót a Nandiszkón. Míg most igazából Pierce adja a talpalávalót a választás és tiltási fázisban, egy remek számmal, szinte mindenki számára ismerős ez, és egy fizz középső ösvény Csikóhoz. Majd ő ki. Siklik majd Így van, helyes, vegyez, tanulok, hidd el, hogy tanulok. Alapvetően azt akartam egyébként mondani, hogy ezek a dzsungeles választások, mint hogyha Pierce-t idéznék. Ott egy Lee Sin, ott egy Jarvan, a felső ösvényre pedig Kleddel szemben Marci egy tankot hoz, egy Shant, akivel azért egyrészt védeni mindenképpen tudja a törékenyebb játékosokat. Így van. Mint Syndrát, mint pedig Xayát. És a kvázi kettős teleport előnyét, hogyha marad egyébként Fiznél a teleport, az még nem biztos. Tehát, hogyha marad Fiznél a teleport, akkor a kettős teleport előnyét valahogy már Shannel abszolút kiegyenlíti. Egységben az erő, tehát egységben az erő. Azt akartam mondani, hogy egyszer ugye a teleporttal, másszor pedig az egységben az erő. De aztán a fránya kapitalizmus, egységben az erő. Igen, megtudtuk, hogy mindegy, hagyjuk a lényeg. Én értettem, hogy azt akartam igazából még hozzátenni amúgy, hogyha most megnézzük a Beautiful Talented Man összeállítását, akkor a fősebzés hordozók a középsősine, illetve a lövész pozícióban helyezkednek el, és a többiek tökéletes szinergiában vannak abból a szempontból, hogy tudják védeni őket, tudják a rájuk mászó embereket esetleg arrébb pozícionálni, képesek új szituációkat kialakítani akár egy csapat küzdelemben, van lehetősége reagálni a BTM-nek, van lehetősége kezdeményezni is ugyanúgy a BTM-nek, ráadásul kellően mozgékonynak is tartom ezt a társaságot. Nagyon meglepődnék amúgy, hogyha a játék korai szakaszában például Hernando és Little Pony nem kényszerülne be a torony alá a túlságosan nagy Carbonó jelenlét miatt. Ugyanez pedig szintén Daredevilről is el lehet mondani. Az első 6 szinten, ha kicsit hátrányba lehetne hozni Syndrát, illetve Xayát, akkor onnantól kezdve a csapat küzdelmek most során is visszanyalhat ez a kettő fősebzés hordozós kompozíció. Most ugye pont ezt akartam, vagy valami hasonlót szerettem volna kielemezni, hogyha a BTM elveszíti a játék korai szakaszát, az végzetes lehet. Megmondom miért. Mind Kled, mind Jarvan akkor elkezdhet építeni egy kis sebzést, még több sebzést, minél gyorsabban.
és azért amikor a dzsungelben egy viszonylag hasonló ilyen off-tank jellegű karakterek vannak, mind Lee Sin, mind pedig Jarvan, azért Lee Sinnek ott a rugása és a rettentő mód mozgékony ugrálásai, tehát azért ez mindenképpen jó. Addig ott van egy Jarvan, aki azt mondja, hogy oké, nem Lee Sinre fogom kihasználni a kataklizmámat, hanem esetlegesen mondjuk egy Syndrára, aki viszont semmi mással nem tud kijönni, maximum egy jó villanással. Úgyhogy érdekes lesz mindenképpen, és tartani kell valahogy ezt az első szakaszát a játéknak. Ez is szívecske lesz? Arvil, mi lesz ez így? Ez egy nagyon lassú, nem? Ó, sajnos a rajznak annyi. Igen. Így van. Minden esetre, hölgyeim és uraim, betöltöttek a játékosok az idézők szurdokába. Megkezdődik a mai este 5. mérkőzése, ahol a ringben köszönhetjük a Kif társaságát, akik Spanyolországból jöttek és szeretnének a Challenger Series-ben landolni, míg ugyanezt elmondhatjuk a Beautiful Talented Men csapatáról, akik viszont a pixalámit, az unikumot és a jó pálinkát képviselik. Kicsit árulkodó, hogy országunk jellemzésére 2 alkoholtípust is sikerült mondani a 3-ból, de mondhattam volna mást is. Például mondjuk a szürke magyar szarvasmarha, ugye akik ott a Szalföldön legelésznek, meg ilyenek. Tehát van azért eléggé viccesek vagyunk, így is nem akartam még marháskodni külön ezen kívül is. Vagy mondjuk egy jó mangalica malacka. Hmm. Tehát azért vannak itt. Tehát te éhes vagy ezek szerint, azt kell, hogy mondjam, mert neked ezek jutottak eszedbe. Semmi gond, közben a csetre várjuk mindenki kedvenc hungarikumát, és pirszt is lehet írni. Nem rossz. Maradt egyébként Sikónál a teleport, úgyhogy 2 teleporttal rendelkezik a Kif csapata, mint Kled, mint pedig Fizz majd képes a pozíció változtatásra, amit pedig ugye megbeszéltünk Marcinál, vagy régies nevén Jeremy Fishernél. Ez az álneve egyébként a Marcin, ugye egyébként Jeremy Fisher. Aha. Álnéven játszik most. Jó, a jó, rendben. Én bevettem. Szóval tényleg, ugye Marcinál pedig ott van majd 6-os szint utána lehetőség arra, hogy az egységben az erővel érkezzen. Daredevil pedig hozott magának egy pajzsot, ami én úgy gondolom, hogy jó lehet egy Fizz Burtre, hogyha éppenséggel úgy alakul a helyzet. Póninak pedig majd az apály és dagály képességével kell valahogy biztosítania az ösvény fázist. Azt azért megjegyezném még egyszer utoljára, hölgyeim és uraim, ha már itt van Benji, hogy például vele is lehet a holnapi nap folyamán találkozni a Samsung League of Legends Roadshow győri állomásán, amelyre 3 VIP jegyet sorsolunk ki a következő mérkőzés végén. Alatt. Végére már be tudjátok mondani a nyerteseket. Így van, hogy be tudjuk mondani a nyerteseket. A facebook.com/magyarloltv Facebook oldalt kell kedvelni, és a legutolsó Facebook posztunk alá beírni, hogy hashtag Rócsó, így van. De csak olyanok írják be, akik tényleg el tudnak holnap jönni, van benne buszút oda-vissza, illetve egy helyszíni VIP jegy, tehát nem szeretnék olyan embert sorsolni. Nagyon szép közben a sebzést Daredevil-től, és a cserét így meg is nyeri. Meg. És nem is kicsit. Jó lehet, csak nem szabad elfelejteni, hogy nincsen rálátása, és a sutyerákot még Carbonon szinte biztosan el fogja pusztítani, ahogy Benji szintén, de a középső ösvényen egy Syndra kellően sebezhető, hiába van még villanása, akkor, hogyha érkeznek folyamatosan a rajtaütések, a Krugok felé megy Carbonó, rálátása nincsen erre a BTM-nek. És tükörjáték. Teljes mértékben. Carbonó még nem vállalta be egyelőre a krúgokat, még Homicidám lebuktatja Benjit, akit el lehet kapni, közben jön a segítség, micsoda sebzés, jön ki Vordax, még villan is. Elhasználta amúgy Vordax is a villanását, Homicidám az égetését, cserébe Benji egy villanással, Pony pedig egy kifárasztással válaszolt. 2-2 így végül is a csere.
Viszont meg tudták akadályozni a farmolást Benji-nél, míg ezt Carbono azt mondta, hogy könnyedén végrehajtotta. Így viszont a hármas nádasba kihelyezett őrszem, ha minden igaz, ott volt egy őrszem, igen, biztosítja Marcinak azt, hogy egy kicsit visszavonuljon az ösvényén. Uh-huh. Így nincsen nagy problémában. Nincs manája Daredevilnek, és Chico pillanatok alatt rengeteg sebzést osztott ki Syndrán, akire rá fog tudni csúszni nagyon hamar. Főleg, hogyha Carbono is érkezett volna, de inkább hazatér Syndra, neki nincsen teleportja, így farm előnyéből visszább kell adnia egy kis ideig. Viszont attól függetlenül a játék korai szakaszában megnyert cserék miatt Daredevil nyugodtan mehetett haza, vásárolhatott egy elfeszett fejezetet. Ez pedig egy szép kezdeményezés, homicidám ott lehetett a földbe gyökerezni, illetve sebezni. Na most olyan túl sokat nem tud magán gyógyítani, persze, hogyha használ egy kis sütit, akkor mindenképpen jó lehet. Hernádónak kezd nagyon fogyni a manája, ezzel szemben Warbagnak mind életereje, mind pedig manája van, és még a Durán pajzsából egyébként a regenerálódást is jobban fogja tudni kapni. Abszolút passzív lövészkezdés amúgy ez az ő részéről. Ahogyan hát megfigyelhetjük azt is, hogy Marci ugye szintén ilyen passzív, a farmolósabb, nyugisabb sen kezdést választott, ami teljesen érthető, hiszen nem kellett neki a három életerő regeneráció gyógyító kis golyócska. Egyébként szerintem azt már lassan fel tudja cserélni az átalakított Durán pajzsa. Tehát, így hogy van, így van. Valószínűleg ez már meg lesz. Carbono érkezhet. Talál a végső képesség Daredevil szint hátrányban. Villan végül így viszont nagyon nagy távolságot tett meg a hal. Daredevil nem tudja elhasználni a gyengék szétszórását sem. Pedig egy mikroszekundumon múlott. Már elindult az animáció, igen. Én is láttam. Viszont abból valószínűleg gyilkosságot sem tudott volna elhozni. Tehát elég sok életereje volt mind Jarvannak, mind pedig Fizznek ahhoz, hogy még akár még egy toronylövést kitankoljanak. De viszont hát igen. Így meg lehetett büntetni, sajnos Carbono jobban tud indulni, és most így a gyilkosság után, hogy nincsen erősítése, de akár Nandiskóval tud valami kis kezdeményezést itt kivitelezni. Carbono nem lépte meg a hatos szintet, bármennyire is volt a sikeres sajtaütése, de itt, hogy Chico jön, így bőven lesz buli. Marci még jól kihasználja nagyon szépen a lelki békét. Jó Nandiskó sebzése, de nagyon hamar elpusztul. Szegény Marci, kettő gyilkosság most már a kífoldalán. És jól rotáltak, alapvetően megtehette Chico azt, hogy a gyilkosság után ott hagyja az ösvényét, majd hogy nem felfarmolta magát Daredevil szintjére, tehát az a nagy lemaradás, ami a játék első pár percében volt kettős. Jön a halálos ítélet, nem, Benjit a minionok akadályozzák, így sajnos ellépte magát, egy Brösszeder háttal próbálja kompenzálni azt a hátrányt, amit Carbono úgymond kidolgozott eddig ő számukra. Egy torony, kettő gyilkosság. Hátrányba került Shen, illetve Daredevil. Ráadásul Benji kevés életerővel van, és látják, Vordax villanása még nem jött vissza, ott a drón. Syndra érkezik, Benjit így meg lehet védeni, nincsen más játékos, kék játékos a közelben. És ugyanakkor villant mind Vordax, mind pedig Benji, úgyhogy tökéletesen tudta Vordax, hogy Benjinek sincs még villanása. De viszont is, tehát hogy vice versa, ezt mindketten tudták, ebben teljes mértékben biztos vagyok. Közben Daredevil megint bajban, lehet villanása neki sincsen, Carbononak van mindene, Daredevil túléri Erről beszéltünk, hogy mennyire sebezhető akár egy szintre a középső ösvényen, a hanghullám elől villannia kellett Carbononak, körülbelül ő is ilyen hangot adott ki. De 1-0-2-es most már is 3-ból-3 gyilkosságban vett részt Fizz. Előre azt mondja a Kled, Little Pony életre nagyon hamar fogy, teleporttal próbál érkezni Marci, de Hernando szintén meg fog halni, így vissza kell mondani a Marcinak ezt a globális képességét, és 2-ből-0, amit sajnos sikere tudott vinni. És ez meg a második torony lesz így a spanyol csapatnak, ugye a felsősnél ott maradtak hárman. Jaj, Benji pedig fogott magának egy aranyhalat. A rúgás jó volt. Legalábbis arra, hogy ne halljon meg. Óriási előny amúgy már most a 9. percben. Mindjárt meg lesz egyébként a
proto-öve egyébként Sikónak, tehát hogyha a proto-öv meg lett volna, és proto-övvel kezdeményez Benjire, akkor Benji halott. Igen. Bármennyire is az a kis extra sebzés az, is például az, hogyha abból egy kis rakéta talál, már az is kvázi elég lett volna. És itt most, bocsánat, rohadjak meg, de mindenképpen ki kell emelnem azt, hogy annyira szép őrszemjátékot folytat a Keith, és ez nagyon sokszor látszik még, egyszerűen egy kulcsfontosságú különbség bizonyos csapatok között, hogy mennyire tudják az őrszemezést úgy kihasználni, eleve használni, kettő pedig úgy kihasználni, hogy információt lehessen belőle szolgáltatni. Carbonó végig az északi dzsungelt szemben tartotta, középről fölülre tudott fordulni, két gyilkosság, egy toron lett az eredménye. A rajtaütése a középső ösvényre szintén a megfelelő rálátásnak köszönhetően lehetett, volt kivitelezhető. Itt pedig összességében nagyon szép a Keefnek megint az őrszemezése, mert tisztában voltak azzal, jó a kristály évesző közben, itt lő Pónira. Nagyon szép a lámpás használat is. Jöhet a válasz kezdeményezés? Nem jön végül. Így ugye nem talált be. Így van. Csak bocsánat, hadd fejezem be azt a gondolatmenetet, hogy nem volt megfelelő rálátása a területre, nem feltétlenül volt a Keefnek megfelelő rálátása erre a sárkányra, de a pálya többi részén lévő őrszem és jelenléte miatt tudta, hogy valószínűleg ezt csinálja a BTM. Akkor ezek után rohadhatsz meg, ugye? Tehát, hogy ezt... Nem, azért kellett, mert hogy megint ezt hangsúlyozom ki, és örömmel tettem. Na, Nandisco elkezdi egyedül Robikát, viszont mivel látta valószínűleg azt, hogy a Jósmentát elhasználták, mármint akár a használatot, ezért inkább abba hagyja eznek az erősítésnek az elhozatalát, amiben én majdhogy nem biztos vagyok, hogy a Keith ki fog mozdulni abban az esetben, hogyha hát, például most ebben az esetben, tehát megint visszamegy Nandisco, de ott van még azért Benji, akinek van szerintem őrszeme. Tehát ez a 4000 arany előny, illetve 2 torony előny pontosan egy olyan szituáció, jóformán majdnem minden csapatnak, hogy meg lehet próbálni ezeket a az erősítéseket, mármint például egy szurdokhírnökét, ami ugye majd, hogy nem utána egy fél tornyot képes adni számára. Ugye fontos kiemelni azt, rögtön a csapat kompozíciók áttekintésekor arra jutottunk, hogyha elbukja a játék korai szakaszát a BTM, akkor onnantól kezdve nagyon komoly Chuck Norris üzemmódba kéne kapcsolniuk ahhoz, hogy legyen esélyük. Mert hát most sok idő kell, tehát igen, mert idő most kell Marcinak, idő kell Hernándónak, és idő kell Daredevilnek is ahhoz, hogy megjöjjön a sebzés, illetve a tankosság. De most itt amúgy, bocsánat, folyamatosan látják, és ez is nagyon fontos, hogy nem tud ő se érvényesülni. Itt hiába lenne mondjuk neki is valamilyen szinten időre szüksége, meg úgy pozíciókat találnia, hogy segítse csapatát, és lehessen ledolgozni a hátrányt. Egyszerűen nem megy előrébb Sikó sem annál, mint amennyire szüksége van. Még egy kicsit, sőt, bőven Daredevilt el tudja kapni a pajzsát, szépen használja ki, jó, még a gyengék szétszórása is. Be lehet kábítani Sikót, aki még tud csúszni egyet, villan Daredevil, és így jó, megszerzi az első gyilkosságát a magyar csapat. Hernando ettől függetlenül még bajba kerülhet, de Nandisco azonnal visszafordul. És szép volt a tolvihar megint csak. Nem lehetett így becsapdázni. Megvan. Ez első gyilkosság, és sikerült megvédeni ugyanúgy egymás, de jöhet a hírnök. Amiről te is beszéltél már. De erre van rálátása a BTM-nek. Van ellenőrző őrszem, ami ott van Benji. Konkrétan az őrszeme, de tudják, hogy jönni fognak. Benji, uramisten! A harcos kiegészítős Carbono. Meg a haverok. Ja, persze, tehát hogy igen, haverok, buli, Fanta. Vagy mi az? Nandisco kapja közben a hírnöknek a jó kis... Hát is meg is idézi rögtön ezt a kis relikviát. Ahogyne. Középső ösvényre érkezik. A legjobb egyébként, megmondom micsoda, nem az, hogy ezt csinálja, hanem utána, hogyha ráfordul egy emberre, akkor olyan
effektje van az ő támadásának, mint hogyha ilyen tockost adna az embernek, vágod? Egy ilyen csicskapofont? Az... Nem is csicskapofont, mert de ilyen tockot. Ó, érkezett a hírnökkel együtt egy kristály élvesző, és Daredevil életre és szinte azonnal elfut, hogy Hernando tartott még ki. Mit ki? Hát igen, ez jó kérdés. Meghalt azonnal ő is. Hármas gyilkosság Sikón. Na mennyire fog sikoltozni még a BTM? Meg lesz az az esetleges négyszeres, vagy ötszörös? Ki kell villanni a Sikónak? Megvan újra közben Kled drága arany barátja, a torony pedig ettől függetlenül elpusztul, a 15. percben inhibitor torony dől. Sárkány nincs a pályán, hírnök most halt meg, baronnasor még nincs szintén, megy haza egyértelműen a kif, hiszen kifogytak a lehetőségekből. Aha. Ahogyan a BTM is nagyon lassan. Hát nem nagyon lesz már mit. Én még mindjárt kifutok a világból ezektől a poénoktól, de vagy ezektől a szóviccektől, szóvirágoktól. Ígérem, jövő héten kezdődik az LCS, tizedennyi szóviccet fogsz tőlem hallani, de most ki kell élnem ezt magam. Ezt most komolyan megmered ígérni. Ezt borítékolhatod, ezt abszolút borítékolhatod. Na, akkor kérek egy borítékot Nem. Nem csak szeretném majd azon az LCS meccsen kinyitni azt a borítékot, amikor a 20. éri, csak így... Boríték? A nyertes pedig. Csak nehogy egy digbát legyen benne véletlenül, ahogy kinyitod azt a borítékot. Jogos. Az első tárgyak közben elkészültek így a 16. perc környékén. Titán hidrája van Andiskónak, míg már majdnem félhol csapás a Sikónak, ez pedig ugye a sok gyilkosság, illetve jó játékátnak köszönheti. Uh-huh. Fizz. A fekete hasító bárt pedig nem sokára Carbonon fog elkészülni, aki 9-ből 7 gyilkosságnál ott volt, hasonlóan Nandiskóhoz. Másfél tárgya van egyébként Wardaxnak is, és már Homicidán építi a megváltást, amit egyébként Póni is elkezdett, csak nem tudta befejezni, csak a tünde amuletteket vásárolta. Tiltott bálvány, az a neve, ha jól emlékszem, tiltott bálványt, azt még nem tudta összeépíteni. Igen. Essencia martalócos kezdés Hernándónál teljes mértékben érthető, viszont Daredevilnek még a Morellonomikon sincs kész. Na ez viszont egy nagy hátrány most egyelőre Syndra-nál. Hiszen ugye elkezdett most már mágikus ellenállásra, és egy picit fókuszálni. Hát, ha össze tudják hozni, hogy meglegyen a Negatron palást, de sajnos nem. Nem nagyon tud mit csinálni a BTM addig, amíg, ahogy te is mondod, időt nem nyer magának. Viszont nagyon sok idő, mi minimum 15 perc. Igen, de hamarosan jön a baronnasor is, amit hogyha elhoz ugye a kív, akkor ott problémák lesznek, és nem véletlenül szeretné megalapozni a kék csapat azt, hogy egy inhibitor legalább addig ledőljön például. Megvan az előnyük, tovább kéne görgetni, nem szabadna időt adni a piros társaságnak. Wardax a lassításával és Homicidánnal Hernandót. Szép. Be tudja csapdázni, aki nem használta a végső képességét, Benji viszont nem eléggé tankos, óriási elporladását láthatunk Lee Sinnek, Hernando pedig most használja el a tolvihar, de Nandisco azonnal jön, jó a helyezkötés, Nandiscónak ráadásul még van egy fantasztikus kredje is, mondta ezt, gyengék szétszorása, nem elég, hát ne felejtsük el, hogy Syndra sebzése sajnos kevés, Sikó közben elhoz még egy gyilkosságot, lehet, hogy vége lesz a mérkőzésnek, hölgyeim és uraim, tovább megy, nem megy végül tovább. Csak az inhibitornál megáll, de a nyomás gyakorlás érezhető volt, hát ha megtalálja még a lépést a kív, de inkább biztos győzelemre akarnak menni. Azért ez nagyon necc lett volna, a pillanatok belül élet egyébként Benji, rugása volt, tehát... Inkább, ha biztosra megy a spanyol csapat, az kockázatos lett volna. Nem is a Morellonomikont, hanem már egy picit defenzívebben a Banshee-ket fejezi be Daredevil. Pont visszajön Skarlis, azért ez eléggé pekjes. Ettől függetlenül az, hogy feláldozta magát Benji, Hernando értette? Ugyanis, ha nem ugrik be a halálos ítélet elé, akkor valószínűleg elkapja Hernandót az a halálos ítélet. Igen, és így viszont őt kapta el, és erre jött még Wardaxnak a kristálynyi a veszője. Volt tolvihara akkor még Hernándónak, de akkor meg... Tehát,
igazából padhelyzet volt. Így van, tehát ha tolvihart elhasználni, akkor lehet, hogy kijön a halálos ítélet elől, viszont akkor ott van a nyilvessző, tehát így is, van, ahogy meg tudták volna fogni Hernándot, tehát Benji beugrott azért, hogy testével mentse a lövészét. Hát ez egy igazi úriember. Igen. Beautiful, talented man. Abszolút, abszolút. De hogy ettől függetlenül ugyanúgy a nyomásgyakorlás, amit a Keef csapata, az a spanyol csapat képes most gyakorolni, az szenzációsan nagy. Tehát erre egyelőre reagálni és válaszolni, mondom, a 28. percig körülbelül nem fog tudni a BTM. Abban az esetben, hogyha Keef ellépi magát valamiért, ha valamiért ellépi magát, akkor talán van még esély. Egy nagyon rossz kezdeményezés mondjuk a Keeftől, értelem, a csapattól. Szegény Marcinek nincsen mágikus ellenállása, így Siko akár el is tudná őt pusztítani pillanatok alatt holdfénycsapásra és mindennel együtt. Középen Super Minionok jönnek, kezdeményez Benji, de nagyon nagy válaszlépés jön azonnal. Szegény nem tankos, nincs elég sebzésre amúgy válaszként, hiába jó a tömegirányító képesség áradat. Nézd meg Vordaxot! Ő is tudott nyomulni, meghal közben. Marci, erről is beszéltünk, a bázisra kéne visszavonulni a BTM-nek, de kettős ember hátrán és Nandiszkóik fogadják őket. Daredevil azonnal csapdában, Hernando szintén, Little Pony pedig alulrúgja meg, nem sikerül neki sem túlélnie ezt a mérkőzést. Illetve a mérkőzés hála az égnek sikerül túlélnie, de sajnos a BTM végül alul marad a Keef-fel szemben, még Benji esetleg valamit tud csinálni, megnyomja a D-t a hanghullám, talál a Minionra, de ebből nem lesz semmi. Jó! Elhozza végül. Elhozza végül a Nexus. A Keef ezzel a spanyol társaság szerez egy pontot. Ez már a második nekik így. Így van. És igazából azt kell mondjam, hölgyeim és uraim, hogy mára már csak akkor egy mérkőzésünk maradt. Így van, a B csoportnak az utolsó összecsapása, Trigged Esports, illetve a Team Kingui, a Pinguinek. King Pinguinek jönnek majd a trükkös e-sportolók ellen. Így van, vajon lesz-e Graves, arcon pörgős Graves? Pinguin. Passz. Viszont Dentől... Mert az a kedvenced, amit csak ezért emeltem. Igen, jó. Igen. Persze, azt egyébként üzenném minden a rájátosoknak, hogy minél több ilyen pingvinás, havas hőskinézetet szeretnénk majd látni, tehát hogy Bard után, Graves után mindenki. Tehát legyen egy ilyen pingvin pak. Pingvin pak, ez PP. Pingvin pak. Pingvin pak, és akkor lehet bulizni. Team Kingui lesz majd kék oldalon, míg Trigged Esports lesz a piros oldalon, így és van. Ez lesz már az utolsó mérkőzésünk. Körülbelül 8-10 perc múlva jövünk vissza. Addig is pedig amúgy szeretnénk a BTM-nek, én úgy gondolom, azért gratulálni. Mindenképpen nagy dolog, hogy kint vannak ezen a kvalifikáció. Holnap, ha jól emlékszem, 9-kor játszanak. És talán holnap így van, 9-től fognak játszani. Hajrá, fiúk, még azért meg lehet a szépítő győzelem is. És addig is pedig mi elmegyünk most egy gyors szünetre. Többiek maradjanak velünk addig is.